ma Magyarországon végül is a gyerekvédelem, ez kicsit túlzás, amit mondok, de szeretném ezt kisarkítani, akkor kezdődik, amikor állami gondoskodásba kerül a gyerek. Ettől kezdve van gyerekvédelmi. Úgy érezzük, hogy eddig kellene a gyerekvédelmet csinálni, és ha eddig jól csinálnánk, akkor nem kerülne állami gondoskodásba a gyerek, vagy sokkal kevesebb, mint amennyi manapság. Igen, de a jelen törvények szerint például örökbeadás nem történhet másképp, csak hogyha a gyereket állami gondozásba veszik. Kivétel a nyílt örökbefogadás. Igen, sajnos ez így van. A titkos örökbeadás kizárólag állami gondozott gyerekek esetében képzelhető el, ami azt jelenti, hogy monopól helyzetbe kerülnek azok az állami intézetek örökbeadás szempontjából, akik egyfelől rendelkeznek gyermekkel, ha rendelkeznek, másfelől olyan központosított rendszer működik örökbeadás ügyben, ami mindenféle központosított rendszer, elmondható ez erre is, ami nyilvánvalóan egy idő után nem jól működik. Mi ebben a kérdésben csak úgy tudunk segíteni, és csak ott tudunk segíteni, ahol a jog erre lehetőséget biztosít ma Magyarországon a nyílt örökbeadás elősegítésével. Nem profilja, vagy nem fő profilja az alapítványunknak az örökbeadás. Sokan félre értik, és úgy gondolják, hogy mi azért vagyunk, hogy örökbeadjunk gyerekeket. Mi azért vagyunk, hogy gyerekvédelmet csináljunk, gyermekmentést csináljunk, és ha a gyermekmentésben az örökbeadás látszik a legcélravezetőbbnek, és ehhez a feltételek teljes mértékben adottak, a jogi feltételek is, és az egyéb feltételek, akkor igen, segítjük a nyílt örökbeadást. Milyen előnye, illetve hátránya van a nyílt örökbefogadásnak? Kezdjük a legfontosabb előnnyel. A gyerek azonnal az örökbefogadó családba kerül. Az, hogy azonnal, ez azt jelenti, hogy egy hetes korában, normális esetekben. A kórházak hajlandók arra, nagyon sok kórházzal van megállapodott kapcsolatunk, többek között az egyes klinikával, Baross utcával. Az orvosok általában nagyon segítőkészek. Ha a gyerek egészségi okok miatt nem mehet a kórházból haza, akkor néhány hétig is tudják tartani, de a cél az, hogy azonnal örökbefogadó szülőkhöz kerüljön. Az általunk segített esetekben ez 80%-ban megvalósul. Tehát általában egyhetes picik kerülnek örökbefogadó szülőkhöz. A másik nagyon fontos dolog, hogy ezek a szülők készülnek arra, hogy egy hetes pici babát fognak kapni, lelkileg is, és egyébként is. A következő nagyon fontos dolog, hogy az az anya, aki lemond a gyerekről, mert az ő szempontja is fontos természetesen, tudja azt, hogy hova fog a gyerek kerülni, tehát van egyfajta biztonságérzete. Olyan esetekben, amikor az anya nem tudja eldönteni, hogy mit csináljon, de azt eldöntött, hogy állami gondozásban nem adja a gyereket, akkor a mi átmeneti otthonunkba kerül a pici baba, és az anya annyi ideig dönthet erről a kérdésről, amennyi időre szüksége van. A picik 3 éves korukig lehetnek a mi otthonunkban. Előfordult egy hónappal ezelőtt, hogy egy anyának olyanok voltak a körülményei, hogy semmiképpen nem tudta a picit megtartani, lemondott és teljesen eldöntötte azt, hogy örökbe adja. Ki volt választva az örökbefogadó házas pár, és a következő héten volt kitűzve az, hogy jönnek a pici babáért. Egy nappal korábban fölhívott az anya, és azt mondta, hogy úgy alakultak a körülményeim, kitagadták ezt a lányt, hogy a szüleim megtudták, és azt mondták, hogy hazahozhatom a picit. Lehet-e? Természetesen. A cél nem az, hogy az anyától elvegyük a gyereket. A cél az, hogy a gyerek az anyánál legyen. De ha ez megoldhatatlan, akkor természetesen a következő legjobb cél az az örökbeadás. Az új családjogi törvény megalkotásánál vajon figyelembe veszik-e, és ha igen, mennyire az önök véleményét, tapasztalatait? Eléggé szkeptikus voltam ebben a kérdésben az utóbbi hetekig. Néhány héttel ezelőtt azonban dr. Surján László fogadott, és erről a kérdésről beszélgettünk. Örömmel tapasztaltam, hogy a miniszter úr messzemenően támogatja a mi elképzeléseinket, és figyelembe fogják venni az elképzeléseinket az új törvénynél. Hogy legyen mit figyelembe venni ennek érdekében, a miniszter úrnak a múlt hetekben átadtuk azt az anyagot, amely a mi elképzeléseinket tartalmazza. Ő ígérte, hogy ezt az anyagot megnézi, és azt is ígérte, hogy minden olyan részletét, amelyel ő egyetért, be fogja építeni a saját törvényjavaslatába, és kormányjavaslatként fogja a parlament elé tárni.